Árok helyett hamarosan parkoló autók látványa fogadhat minden erre járót a Tolnai úton. A hetes körzet önkormányzati képviselője ugyanis lefedetné ezt a szakaszt. Idén az egyéni képviselői keretéből fordított a tervek elkészítésére Leber Ferenc. A Tolnai út általános rendezése tekintetében, hogy ezt meg tudjuk kezdeni, ezért a mögöttem levő ároknak a lefedése a Domb utca és a Liget utca között volt az elsődleges prioritás. Az átalakítással a parkolást segíteni Paks alpolgármestere, a hetes körzet önkormányzati képviselője. Több intézmény van itt, több üzlet, számos ember jár ide, aki meg szeretne állni, viszont erre kevés lehetőség van. És emiatt nagyon fontos lenne itt is már parkolókat kialakítani. Leber Ferenc a kerékpárút mentén is valósított meg idén beruházást. Az út túloldalán a hátam mögött látható személygyűjtő urnánkhoz hasonlókat helyeztünk ki, képviselői keretemből a kerékpárút mentén. A balesetveszély elkerülése miatt lakossági igények jelentkezése alapján a Vakbottyán utca sarkára korlátot helyeztetett el Leber Ferenc, a beruházásokon kívül a jövő évre is megvannak már a tervek. Áruháznak a magánterülete, de engedélyezte számunkra, hogy elkezdjük egy játszótérnek a terveztetését. Egy 8x20 méteres modern európai játszótér fog megvalósulni itt a hátam mögött, a jövő évben reményeim szerint. Leber Ferenc képviselő pénteki tájékoztatóján kiemelte, a hetes körzetben idén megvalósult a Vácika, a Búzavirág és a Liget utca felújítása is. A Hétszínvirág óvodában konyha felújítással, a Kölesdi és az Elkerülő út találkozásánál körforgalom kialakításával, a Kölesdi és a Tolnai út kereszteződésében pedig gyalogátkelőhely létrehozásával szeretné folytatni a beruházások sorozatát. Ez utóbbi kettő projektre már az elvi döntést meghozta korábban az önkormányzat.